Már csak 2 hét van hátra az Én József Attila című előadásunk bemutatójáig. Nehéz szavakba önteni, hogy mennyire izgatott a hangulat most a színházban. Mindenki nagyon kíváncsi arra, hogy a közönség vajon hogy fogja fogadni ezt a különleges és rendhagyó művet. Már napok óta a nagy színpadon próbálunk, most mutatjuk meg először az előadás díszlet és jelmeztervei. József Attila vagyok. Vágó Márta. Egyrészt azt kell mondjam nagyon büszkén, hogy a Madách Színházban összeállt egy musical, egy eredeti musical létrehozásához szükséges tudás, ami azért nem egy kevés, tehát amihez a dramaturgia, a színház valamennyi elemények, az ismerete, egy olyan kiszolgáló személyzet, tehát úgy döntöttünk, hogy mi most már alkalmasak vagyunk arra, hogy egy önálló művet, egy teljes egészében saját fejlesztési művet létre tudunk hozni. Az egész tulajdonképpen egy látomásos előadás. Egy olyan látomásos előadás, aminek minden mondata, vagy a mondatoknak a 80%-a valóságos és hiteles. Mi nagy részt olyan mondatokat mondunk el, amit az Attila valóban elmondott. Fönnmaradt 2 memoára, a Kozbuca Flóra és a Vágó Mártának az írásai. Tehát mi nagyon egy erős kutató munka előzte meg ezt az előadást. Halljam, szereti? Ebből semmi sem igaz. És mennyi az igaz? És mennyi a színészkedés maga? Nagyon jó színész lenne. Miért bánt engem? Úgy, oda. H4, és csak ide ki. 5. Jó, oda az első sorba. Jó? Ennek az előadásnak milyen stílusa általad? Minden előadást azért egy kicsit más kell, hogy legyen. Ennek az előadásnak alapvetően a modern, kicsit, nem azt mondom, hogy hip-hop elemek, de mondhatnám azt is, vagy egy picit kortárs, tehát mindenképpen nagyon újszerű, úgy, ahogy a zene is nagyon újszerű, mert azért elsősorban a zene az, ami engem inspirál ilyenkor a táncok elkészítésénél. Én azt gondolom, hogy ez a líra mellett egy nagyon dinamikus előadás lesz, tehát nagyon pörgős, dinamikus. A táncoknak az ereje szerintem nagyon jó lesz, és ugye pont amit mondtam, hogy az Attila víziói jelennek meg, tehát az ő örlődése. Mik voltak az elképzeléseid? Amint látjuk, van egy kórhű része. Igen, van egy kórhű része. És itt a színeket úgy alakítottuk, hogy mindenkinek legyen egy színe, ami végig. Ez itt Vágó Márta? Igen, ez Vágó Márta. A főszereplőt hogyan öltözteted? A főszereplőni az volt az eredeti ötlet, hogy őt emeljük ki egy kicsit világosabb színnel, inkább a lelki oldalát mutassuk meg. És világos felsőket adunk rá. Ez a világos, szürke, világosabb színek, fehér, és akkor így egyre sötétedik be, ahogy így érkezünk a halálához. Ezek lesznek a József Attila víziói, rémálmaiban megjelenő madáremberek. A helyszínnek egy pályaudvart választottunk, Szlávik Istvánnal, aki a díszlettervező. A pályaudvar az egy különleges helyszín mindannyiunk életébe, és különösen József Attila életébe is. Ugye a pályaudvar az egyrészt az ideiglenességnek a metaforája. Ugye a pályaudvar az egy olyan átmeneti dolog az ember életébe, valójában olyan ideiglenes és olyan átmeneti, mint maga az élet. Egyben a megérkezés és az eltávozásnak is a metaforája. Tehát egy olyan nagyon különleges helyszín, ahol találkoznak az emberi utak, és ahol elválnak egymástól az emberi utak. Ezen a pályaudvaron belül ez alakul aztán át mindenfélévé. Utcává, lakássá, kerté, kórházzá, de valójában az atmoszférájában mindig jelen van.